Jövünk itt a Millennium addig egy pár információ. Van-e tőzsdeniítás? Ja persze, lesz tőzsdeniítás. Igen, igen, jó, hogy mondod. Ugye mondtuk a műsor elején, hogy ma van a Nemzetközi Sajtószabadság uh -huh. napja, egy érdekes cikket közölt ez alkalomból a telex.hu a riporterek határok nélkül szervezett sajtószabadság mutatója évek, évente értékeli 180 különböző ország sajtószabadságának állapotát. Magyarország 14 évnyi folyamatos hanyatlás után most a 92. helyen áll ebből a 180 országból. Azt érdekes, hogy 2006-ban még a 10. helyen álltunk. Tehát egy, egy nagyon Mondjuk azt, hogy nagyon klassz helyről zúgtunk 80 helyet az elmúlt években. Hát ugye sok minden még van a cikkben, többek között azt mutatják be benne az újságírók, hogy milyen bőrben van Magyarországon a sajtószabadság, mi nehezíti az újságírók munkáját. Ez az egyik. A másik meg, amit a hírekben is hallottunk, és nagyon érdekes, megragadta a figyelmemet, folyamatosan hullanak a beton darabok a Flórián téri felüljáróból. Uh -huh. A 24.hu azt írja, hogy és ez így is marad. Úgyhogy nincs pénz a felújításra, pedig egyre gyorsabban romlik a felüljáró állaga. Időnként gyermekfejnagyságú betondarabok hullanak rá a Isten, szerkezetből. Hát egy szélvédőn, hogy az megy át a Vörösvári úton, az Igen. Árpád hídról ugye az az ív fordul a Szentendrei útra, és alatta meg a Vörösvári Igen. útiak közlekednek. Az elég kemény azért. Ugye a felüljáró felújítását már az előző budapesti vezetés is szükségesnek látta. 2018. decemberében tendert is kiírtak, de a beérkezett egyetlen ajánlatot drágának találták, ezért a közbeszerzést eredménytelennek nyilvánították. Most ugye a népszava is érdeklődött, a fővárosi önkormányzatot keresték meg, azt mondták, hogy a híd felújításához közbeszerzést kell kiírni, aminek zajlik az előkészítése, és hát ugye újabb közbeszerzés jön, kíváncsi vagyok, hogy hát ez nyilván hosszadalmas folyamat, de. meg akkora a, a, hogyha egy ember, vagy egy cég jelentkezett korábban, akkor most miért jelentkezne több? Na mindegy, szóval megint egy ilyen, egy ilyen érdekes anomália lesz, és hát ugye nem csak a szélvédő, hát ott nyilvánvalóan ott gyalogolnak át az emberek is, akik a tehát életveszélyesnek is lehet. Fló, még a tér is talán valahogy belelógna. Mm -hmm. Igen. Vagy a széle legalábbis. De, de igen. Hát én, nem, nem túl szívderítő sztori. Na, É, hamarosan ö, jön a tőzsdenyítás, és akkor ö, megnézzük, hogy a Budapest érték hogy muzsikál, aztán utána a Heuréka élmény rovatunk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz, korunk egyik legnevesebb amerikai szakszofonosa. Minden szombaton 10 és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatók.